Sziasztok! Csikor Zsolt vagyok, és egy vadonatúj autóval jelentkezem felétek, és hozzátok, és nektek egy hibrid 64 kWh akkumulátoros, kétmotoros, összkerékhajtásos Teslával. Azaz nem. Ez is amerikai, de ez nagyon a másik véglet, semmi köze a Teslához. Akkor a Tesla még egy csehszlovák, nem is tudom, rádiógyár volt szerintem. Ez igazi Amerika. Ez az az Amerika, amire mindenki még szeretettel emlékszik. Tudjátok, a hősi amerikaiak, akik felszabadították Európát, akik segítettek az angoloknak megnyerni a háborút, akiket ünnepelte a világ, akik elhozták nekünk a jazzt, akik elhozták nekünk a szabadságot, a Coca-Colát, a rágógumit, a Hershey's csokit és minden egyebet. Ez az a korszaka Amerikának, amit imádunk, a Tex Avery Rice filmek, az összes... ez Amerika. Ugyanis... háború után járunk, 1947-ben, amikor a Chevrolet bemutatta az első háború utáni pickup sorozatát. Nagyon fontos volt a Chevroletnek a pickup, mert a Ford már őket egy kicsit megelőzve, ugye, elkezdte a saját pickupjait terjeszteni Amerikában, amire nagyon hamar rászoktak a farmerek, ezeknek a hátuljában mindent be lehetett hányni, a szerkezetük, technikájuk egyszerű volt, már a T-Fordból is volt pickup, és hát a GM nem akart annyira lemaradni a vonatról, ezért ők létrehozták a saját pickup szériájukat valamikor a 30-as évek elején. Ez itt már a háború előtti AK szériát leváltó Advanced Design stílus. Az volt a jellegzetesség, hogy bár alatta alapvetően egy háború előtti szerkezet van, ne képzeljétek el különleges dolgokat, egy egyszerű bazierős alváz, elől egy, vagy hátul egy merev híd, laprugóval, itt elől, hát ugye természetesen ez is még merev hidas, mert háború előtti dizájn, de dobfék és már hidraulikus fék, de egykörös, semmiféle szervó, semmiféle egyéb érdekesség nincs. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon kiforrott, nagyon tartós jószág volt. Arra volt való, hogy amikor azokon a hatalmas amerikai utakon mész, ahol sehol senki nincsen, és el kell jutnod A-ból B-be az áruval, és nem jó lerohadni a közepén, mert akkor fél napig nem talál meg senki, akkor ez a dolog oda vigyen. És amikor a farmod körülményei között a fogóddal és a kalapácsoddal meg kell javítani, akkor meg tudjad javítani. Ez volt a T-Fordos hagyomány, és ezt vitte tovább a Chevrolet pickupja is. Ez a széria az Advanced Design. Különlegessége főleg design vonalon rejlett. Az elejét nagyon-nagyon próbálták személyautósítani. A sárvédőkbe integrálták a fényszórót. Az ötpálcás maszk olyan volt, mint a személyautóké akkoriban. Figyeljétek meg, hogy ebben is van már, de ez nagyon nem stimmel, ez a fényszóró állító csöcs, ami az amerikai fényszórókon mindig rajta van, de hát erre meg halogén van írva, azaz halogén, ami azt jelenti, hogy ebben halogén izzó van, amiről 1949-ben nem is hallottak. Talán a katonaságnál, de szóval, hogy autóba bele fogják tenni. Ez valami újabb fényszóró, maradjunk annyiban. Személyautós orrész, laposabb lapos maszk és laposabb púp az orron, tehát ez mind-mind személyautós, és hogyha véletlenül beleláttok egy Pobjedát vagy egy Varszavát, ne csodálkozzatok, mert ott is ezt a mintát vették le. Nagyon nagy újdonság volt, hogy a szélvédőt már nem lehetett kihajtani. Bele volt téve gumival. Ez nem tudott kinyílni. Az ablaktörlőt beletették ide a plébe, nem külön lelógott fölülről. Ennek már elméletek volt spritznie, ha minden igaz. Ez valószínűleg, bár ez szerintem antenna luk, én úgy emlékeztem, hogy volt spritznie. Természetesen van klímaberendezés, mint minden amerikai autón, ezt belülről is nyitni lehet, meg hát így kívülről is ki tudom nektek nyitni. Ez az akkori klíma, és a lábtérbe tényleg szépen húzza a húzatot. Becsukjuk, ha tudjuk, nem tudjuk, hagyjuk nyitva. Belülről van egy kar, arra való. Chevrolet 3100 van ráírva, ez a fél tonnás kivitelt jelenti, annyit cipelhetett az autó. Nagy szó volt, hogy itt már az egész kabint kezdték előrehozni a sárvédőre.
Tehát itt már fölfelé kanyarodik a taposólemez, azzal, hogy előrébb hozták, azzal nagyobb lehetett a hátulja. Ez az autó majdnem pontosan 5 méter hosszú, 4990 mm. Érdekes, hogy ennyire kerekre hozták ki az amerikaiak, akik nem metrikusan mérnek. Tehát ez egy 5 méteres elég nagy dög, de ahhoz képest ugye a mai szemünknek, hogy milyen hosszú, elég kicsike a rakterülete. Ugye még külső sárhányok voltak, vagy sárvédők voltak rajta, de legalább dobozformájú ez a dolog itt. Tehát ebbe bármit bele lehet csúsztatni, és az akadálytalanul röpködik jobbra-balra. Nagyon szép fa az alja, hát ez szerintem már a restaurálás utáni munka. Az egész autónak gyönyörű egyébként a karosszériája, ahogy megcsinálták. A felépítmény különlegessége, hogy régen egészen az első, az AK szériás pikapokig fából volt ennek a bódénak a váza, és arra borogatták a különféle darab fémeket. Ez a Unisteel Cab. A Unisteel Cab, azaz egy acél kabin, ez azt jelenti, hogy ezt az egészet egy darabba hegesztették össze, persze többféle idom elemből. Ez teljesen acél, nincs benne semmiféle fa, ami nagy előny volt. Mivel szélesebb volt a bódéja, megnézed, eddig nyílik az ajtó, szélesebb volt a bódéja, mint a korábbinak, mert így kihasasodott, látod, így kifelé jött, ezért ezt már három személyesre vizsgáztatták Amerikában. Látod, ezen három ember elfér. Gyönyörű az egész belseje, nézd meg, hogy az akkori Art Deco stílust milyen jól átvitték még egy ilyen olcsó pick-upra is. Nézd meg azt a kombinált műszert, amiben egyszerre van vízhőmérő, ez benzinszintmérő, töltésjelző és olajnyomásmérő. A nagyon szép mérföldben skálázott sebességmérő. Az, hogy rádió előkészítés van benne, és ott a rács mögött valódi hangszóró előkészítés van. Ez az egész Art Deco rácsozás. Nézd meg az index kapcsolót, hogy milyen gyönyörű, hogy mennyire szép ez a fém index kapcsoló a visszajelzővel benne. Hogy az a váltó mennyire gyönyörű. És hát nagyon sok hely nincs benne, ezt vezetés közben úgyse tudom megmutatni, ezért most beülök nektek, ide fölülök. Ebben az autóban úgy ülsz, hogy itt a kormány. Tehát, hogy mondjuk a Bruder ezt nem tudná elvezetni, egész konkrétan, vagy nem tudom, mit csinálna. Látod? De már lehet, hogy én sem. De szerintem te még éppen, de te is már passzíroznád magad. Kormányváltós, megnyomod, egyes lefelé, H-ban kettes fölfelé, hármas lefelé, rükverc húzva fölfelé, de amikor nem megy a motor, nem akarom erőltetni, de összesen négy pozíciója van ennek a bazinagy karnak, ami egy hatalmas krómozott szerkezet. De nagyon szép ez is. Természetesen, ahogy még illik, és odébb teszem a G-fotós táskáját, ahogy az akkori autóknál illet, itt is még pedállal indítózol, ez direktben megnyomja az önindító, tehát az indító motor hátulján levő kapcsolót, nincsenek mindenféle bovdenek, vezetékek, stb. És mellette itt a gáz. Fék, kuplungpedál, minden lefelé van, és a rögzítő fék az itt egy hatalmas ilyen lábfék, mint a régebbi Mercedeseken, a brake release-zel meg itt oldod, és itt zárod. De a Priusosoknak is ismerős ez a dolog, hát nem a Priusban találták ki, az biztos. Ez az autó, a konkrét autó, amit most nézünk, ez egy 49-es autó. A DC-72 restaurátor műhelyben dolgozó Csabinak a sogorái, ha jól tudom, az autó. És hát átmentünk, rátettük a kezünket és elhoztuk. P-rendszámmal csak most leszettük az elejét a forgatáshoz, hogy úgy kijöjjön mégiscsak ez a szépség, mert gyerekek, ez annyira játékautó, annyira tonka az egész, annyira szeretnivaló, ez egy olyan mérhetetlenül kedves tárgy, most nézzetek rá. De nagy... hogy nem azért szedtük le a rendszámot, hogy szép legyen? Jó, igazából eltört a gázrudazat, és drótokból hajlítgattunk, itt most fönn járunk valahol Csillaghegy tetején, és egy elhagyatott kertnek a dróttal átkötözött kapujáról letörtem három darab ekkora rozsdás drótot, azért tiszta rozsda a kezem, azt kiegyengettem a kulcsjukon, a G közben leszette a rendszámot, ami gyorskötözővel volt rászorítva, majd mutatjuk a megoldást, benn van a motortérben, összeraktuk az eltört gázrudazatot, ugyanis ahogy jöttünk itt, lefulladt a motor, alacsony volt az alapjárata, és amikor megnyomtam a gázt, így egyszer csak így beesett a padlóba.
nem is értettem, hogy mi van, mert úgy tudtam, hogy ebben nincs bovden, hogy mi a fene esett szét. Hát a rúd tört ketté. És a még... nap első felében mi volt? A nap első felében meg szétesett alattunk egy Ferrari, annak meg a vízpumpája esett szét, azt vittük vissza. Mindegy, történtek dolgok, de ez így jópofa volt, zajlik az élet a Speedzone-nál, és mi ma úgy döntöttünk, hogy egy szép piros kétajtós veteránautót forgatunk nektek, megcsináljuk, 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 mert megcsináljuk, mert itt van, tessék, és csináljuk, és gyönyörű, és nagyon örülök, hogy ezt forgatjuk, mert mindig szerettem egy ilyen pick-upban ülni. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Technikailag, ugye mondtam, hogy ez egy egyszerű autó, merev híd, laprugó, dobfék, egykörös fék, de legalább hidraulikus, semmi szervó, semmi ezé, ebben nem voltak ilyen dolgok. A motorja nagyon érdekes, ez egy háború előtti 219 köbhüvelykes, azaz cubic inches motor, ami 3,5 liternek felel meg. Sorhatos, és szerintem az amerikai autók azok rögtön rávágják, hogy ez biztos a Blue Flame motor. Na ez még nem a Blue Flame motor. Ennek az a neve, nagyon hasonlóan néz ki különben, ennek az a neve, hogy Stove Boat Engine, ez volt a beceneve. A Stove Boat az nagyjából azt jelenti, hogy rezsócsavar. Ez egy egyszerű motor, képzeljétek el, annyira régi módi, hogy ebben még nincsen rendes nyomóolajozás, csak a fekvőcsapágyaknál. A hajtó karcsapágyak, vagy hajtórúdcsapágyak szakszerűbben, azok ablakosak az alsó részükön, és fixek, nem cserélhetők, tehát ilyen, ki kell szedni az egész hurkát belőle, hogy beletegyél egy újat, úgy lehet cserélni, nem ilyen két félbe áll, tehát nem kettészethető. És a hajtókar csapágyak alul ablakosak, és ahogy belever az olajba a hajtókar, ahogy körbeforog a főtengely együtt, forgattyús tengely és hajtórút, tudom, belefolyik az olaj. Tehát ennek nyomóolajozása csak a négy komoly nyugó csapágynál van, máshol nincs. Ez egy nagyon-nagyon régi motor, ez nagyon háború előtti dolog, ami itt van rajta, és hát az akkori technikát ugye már megszoktuk, mert mutattam már nektek jó pár veterán autót, hogy bazi nagy motor, ez mennyi is, ez 3,5 literes volt, és bazi nagy motor, és egy akkora kis karburátor eteti egy torkon át. Tehát ezeket a motorokat, mindegyiket a karburátorral folytották meg, mindegyikből sokkal nagyobb teljesítményt lehetett kiszedni, mihelyt rátettél egy nagyobb karbit, még több karbit, ügyesebb szívócsövet, csak az volt a baj, hogy akkor rögtön be is sültek, meg beégett a szelepük. Borzasztó aranyos, ugye a gyújtás eloszlója már ismert, ezek a motorok szinte akkoriban mindig örvény áramúak voltak, tehát itt volt a szívószelep, ott beszívta a keveréket, megfordította az égéstérben, és itt kifújta, tehát a kettő egymást melegítette. Ez, hogy ezen az oldalon volt a kipufogó öntvény, ahol a karburátor mindig nagyon jót tett a karburátor gázosodásának, de a működésének nem, tehát elgázosodott a karburátor, leállítottad, és mikor el akartad indítani melegen, akkor padlógáz, mert akkor szegény a keverék, és akkor valahogy elindult. Klaxonkürt, elméletileg, igen, és rátenyereltem a hűtőre, klaxonkürt, bár ennek nem olyan hangja van, mint a klaxonoknak, és ott az a cucc, az a kormányoszlopon, az a két bigyó, az meg a kormányváltónak, az lényegében a hákulisszája, az a két rudazat, és ott megy hátrafelé a rudazat a váltóhoz, és alul az a rudazat, rálátunk, igen, rávilágít a fény, az a sok drót, meg gyorskötöző, az pedig a mi rudazatunk, amit most gyártottunk a harmadik kerület tetején, kerítésből és egyebekből. Vászonnal átkötött kábelek, bár szerintem a mélyében ennek a rendszernek, igen, itt látszik is, hogy már új kábelek vannak, ezekben még vászon borítású kábelek voltak, nem volt egy nagy ötlet, mert azért azok nem tudtak annyira szépen szigetelni. Itt meg érdemes megnézni, hogy pótolták az eredeti matricát is. To ensure proper operation, radiator filler cap must be sealed tightly. Tehát, hogy ez egy zárt hűtőrendszer, ezt rá kell húzni, ezt a fedelet. Nagyon jó. Mindegy, nem olvasom fel az egészet. Ugye ez előről nyílik ez a motortér, és én rosszul is csukom be.
akkor a biztosítóját külön ki kell húzni. Nek nincs belső nyitója. Borzasztó aranyos. 90 lóerős ez a motor, ez ugye 85 lóerővel kezdte a háború előtt, ez már 90 lóerős. Aztán 54-ben nagyon sokat módosítottak ezen az autón, belekerült a legendás Blue Flame motor, ami nagyon-nagyon sok Chevy-ben volt. Az már egy teljesen nyomóolajozásos motor volt, az már 100 lóerő fölött tudott, az egy 235 kubik vagy köbincses motor volt, 3,9 literes, azért 3,9 liter meg sorhat, az tud valamit. A Blue Flame motoros autókat onnan lehet megismerni, hogy azoknak már volt elefántfülük, és azoknak a szélvédőjük már egyben volt, mert akkor már kidolgozták a szélvédő hajlításnak a módszerét. Ugye ezek azok az autók, amiket rendszerint penészesen látsz, például a Roadkill-nek a szériáiban, ilyen bontokban ledobálva, málló gumikkal, és nem tudom mi az, hogy ez ilyen szép, és így, hát ez azért csodálatos. A Blue Flame motorról azért hadd mondjak nektek egy érdekességet, mert ezt én is csak akkor tudtam meg, amikor elkezdtem utána olvasni ennek a Chevynek. Blue Flame ugye egy 3.9-es 6 hengeres motor. A Rover Angliában, ugye ezt a Blue Flame motort a GM az átvitte Európába is. Az Opel Blitzben is benne volt az a 3.9-es motor, és a Bedfordnak valamelyik pick-upjában, a Bedford ugye angol és GM tulajdon, a Bedfordnak valamelyik ottani teherautójában is benne volt ez a 3.9-es motor. És akkor se volt idegen az ipartól a szakmai kémkedés. Az Austin, ami akkor a legnagyobb brit autógyár volt, szintén szeretett volna egy ilyen nagy, szép, sorhatos motort magának, mert neki is kellett volna a saját pick-upjaiba, teherautóiba, furgonjaiba, egyebeibe. Ezért lekoppintották ezt a Blue Flame motort, egy kicsit javítottak rajta, a kenését átdolgozták, és az a motor került bele az Austin Shield Line-ba, az Austin Princess-be. Az a motor került bele két henger lecsoppolásával, de ugyanaz a rendszer, ugyanazok az égésterek az A90-es, A70-es Austinba, az Atlantikba, egy csomó Austinban. Lényegében ez a motor élt tovább. Nem ez, hanem már a Blue Flame motor. Azért szerették annyira a Blue Flame motort, ennek az utódját, mert egy eszeveszettül tartós motor volt, tönkretehetetlen motor volt, azt úgy tuningolták is rendesen. Ilyen 500 000 kilométereket el tudott menni az a motor akkor, amikor a többi motor általában 100-150 000 kilométert bírt. Én még Kubában ültem olyan taxiban, olyan Chevy Deluxe taxiban, amiben még az eredeti Blue Flame motor dolgozott már egy Lada váltón keresztül, úgyhogy Kubában 2004-ben, amikor ott jártunk, már nem nagyon láttál eredeti motoros autót, ilyen amerikai autót. Csodálatos az egész, ezek a kerekek, nézd meg, ezek csak 15 colosak, ezek elég picikék, hatalmas nagy diagonál gumikon, Firestone, régi mintás Firestone diagonál gumikon van rajta. Az egész borzasztó aranyos, és azt gondolnád, hogy ez egy ilyen rettenetes szekér, alvázas, nyikergő borzalom. Valójában nem olyan rossz ám vezetni. Gyertek, próbáljuk ki. Én azt hiszem, hogy G megpróbál szintén beülni, és a túloldalról majd veszi, ahogy itt megpróbálunk gépészkedni is egy kicsit a pedálokkal. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Ebből a Chevy Advanced Designból volt többféle, fél tonnás, 3,5 tonnás, 1 tonnás terhelhetőségű. Ez itt a legkisebb, a fél tonnás, a 3100-as feliratú. A nagyobbak azt hiszem 3006 meg 3009 névvel jelentek meg. Ez 2 tonna saját tömegű. Vezetni... A motor tök jó különben, nem nagyon pörgős, de van neki rendes nyomatéka. Olyan könnyedén elviszi magát. Van fék. Meglepő módon van fék az autón. Tehát ezzel nem olyan félelmetes menni, mint az ilyen általában 40-es évekbeli járművekkel, amik nyomod,
kik szétmegy a lábad, kifolyik a szemed, letéped a kormányt és nem áll meg, ez meg tud állni. Tehát olyan fék van rajta, nem egy négy tárcsás rendszer, de azért úgy bízol benne, hogy idővel, azért kellő erővel, de meg tudod állítani az autót. A kormány holt játéka az elementáris, mint minden ilyen öreg autón. Hát ugye emlékeztek a régi fekete-fehér filmekre, mindig így vezették bennük az autókat. Ez mindig egy kis túlzás volt, mert nem kellett volna annyira rángatni, de azért ezek nem voltak precíz kormányok, és aztán amikor már ilyen 73 éves egy autó, akkor meg már a kopások is belejátszanak, jó sokat kell tekerni rajta, hogy beforduljon, de végül is a maga módján lehet vezetni. A merev hidat érzed, elől pattog, hátul pattog, rángatózik, de nem öl meg, epedás ülésen ülünk, tehát rugók vannak benne, nem szivacs, vagyis kevés szivacs és sok rugó. A megbízható fék a háromgangos váltó, mert ez még csak háromgangos váltóval létezett ez az autó. Később lett belőle, ugye az 53-as 4-es modell frissítésnél, lett belőle opcionálisan négygangos, sőt, akkor beletették a Hydramatic kétfokozatú, most muszáj egyet visszagangolnom, azért ez itt meredek lesz, beletették a kétfokozatú automata váltót is, tehát ezt az autót ebben a formában már egy kicsit más maszkal, de lehetett kapni automatásan. Ilyenkor gondol arra az ember, hogy ez egy frissen összerakott értékes pickup, amiben nagyon sok védelem nincsen, övek nincsenek, légzsák nincs, viszont van minket ledöfő mindenféle vasdarab, egykörös a fékrendszer, és egy körülbelül 40 fokos emelkedőn megyünk lefelé, hogyha elmegy ez a fék, akkor körülbelül végünk is lesz. De nem lett végünk. Nézd már. De figyelj, az összkép az, hogy a kormánnyal nagyon vívni kell, mert nagyon, nagyon nagy a lógása. A váltó jó, és szinkronizált, és finoman vált. Nagyon finoman. Ez egy jó kormányváltó. Fék van rajta. Nem is annyira rossz. Ez a gázrudat, az a dolog egy kicsit megkeseríti. Most az életünket, basszus kulcs. Törik ki a gerincem. Mert mindig félek, hogyha nagy gázt adok, akkor ketté törik. De különben a motor is úgy szépen vinné. Ez a legrosszabb az autóban az üléshelyzet, hogy nagyon közel vagy a kormányhoz. Tehát, és már van egy kis fékszagunk is. Össze. Úgy jött az egyesünk. És ilyenkor, mikor megy, akkor már nem is olyan nehéz a kormány. Szóval ez nem volt egy ilyen dráma vezetni egy ilyen autót. Ebbe elméletileg, ugye ez egy nagyon felújított autó, de ebbe elméletileg nagyon sok zajszigetelést is tettek már, tehát ezt próbálták alaposan személyautósítani, és én úgy tudom, hogy nagyon nagy megelégedésére szolgálta az amerikai publikumnak ez az Advanced Design, mert baromi sokat vettek belőle. Ez volt a legnagyobb darabszámban eladott pickup Amerikában, amíg gyártották 47-től 55-ig. Ami azért nem semmi, mert az amerikaiak már akkor is iszonyatosan sok pickupot vettek. Fú, de azért van egy Pobjeda érzet benne, és a Pobjedát látod, hogy erről másolták, a Varszavát erről másolták, a mindegyiket, a nagy gazt, tudod, a hathengeres nagy gazt, az állami autót, a Ziszt, a Zimet, mind ugyanez a világ, és hát ezt Amerikában találták ki. Ugye a szovjetek azok mindig csak hasznosítottak, és keveset adtak vissza így a világnak. Majd nagyon... Ilyen nagy repülő érzésem van, nem? Nézd meg ezt a szélvédőt, meg itt a púpok, stb. Mintha azok repülővel mennénk. Tényleg? Aha, nekem tökre olyan érzésem van. Jó napot! Fognak a fékek. Igen, mert olyan púp az orra is, a pilóta fülkéből lehet ilyen kinézni, és a repülőknek is így osztva van a szélvédőjük. Tudod? Igen. A G nem tudja azt, amit én tudok, hogy azért vezetni nagyon nem olyan, mint egy repülő. Tehát ez egy sokkal
hogy mondjam, izomból történő megoldás. Persze szoktam, hát úgy hetente egyszer. Tudod, amikor elrepülök Nairobiba meg vissza, Rióba. Most kapcsolok lámpát, ez egy ilyen nagyon nagy és nagyon finoman működő húzókapcsoló. Na. Ez a harmadik. Amikor így elindul, nagyon hosszú az egyese különben. Amikor így elindul, akkor határozott élni akarás van benne, nem? Csak úgy hamar kifogy a motor, mert a fordulatot nem szereti. Ez nem tudtam utána nézni, ezt nem írták soha, de szerintem ez egy oldalt szelepelt motor, mert akkoriban az oldalt szelepelt volt a módi. Az oldalt szelepelt motor pedig nem nagyon szereti a fordulatot, hiszen nagyon rossz az öblítése. Ja nem, hát mutattam nektek, nem, ez egy OHV motor, hülye vagyok. Hopp, és most megint indítózunk. Ehhez kéne még egy láb gyorsan. Ilyet már látom. Élet. Na, most tedd le a kamerát, mert egy kamion van mögöttünk, és tolnunk kell. Azt a mindenit. Na, tehát ehhez a Chevyhez nem lesz olyan nagyon könnyű alkatrészt találnunk, és nem szíthatjuk az Unix Trade-et, mert azért nem tömegigény szerintem 50-es évek közepi amerikai teherautókhoz alkatrészt tartani. De három biztos ponton azért bele tudunk nyúlni ebbe az autóba. Kikerestem, hogy milyen olaj való bele. Kikerestem, vagy legalábbis, hogy milyen helyettesítő olajat lehet hozzá használni. Kikerestem, hogy milyen fékfolyadékot lehet használni, mert ennek már hidraulikus a fékje. És kikerestem a gyertyáját, aminek van váltó gyertyája. Tehát olajból 10W30-ast ajánlanak. Különben fix 30-as olaj volt ezekben az autókban annak idején. Télire pedig beletettek 20-ast vagy 10-est fixen. Most, hogy már van változó viszkozitású olajunk, így tudunk bele ilyen több fokozatot beletenni. És hát AZ Meister tájléból 763.918 forintért akciósan tudunk venni 205 litert. Akkor lépjünk, mert ez egy kicsit drága lesz. Mondjuk azt, hogy hát igazából ebben jó a MOL is. Ez négy ütemű kerti kisgép motorolaj, a MOL 10W30-asa. Jó lesz a mi teherautónk, mert is 4969 forintért, vagy valami jobb minőséget keressünk, mondjuk egy Liqui MOL-iból a 4 literes, igen, mert annyit biztos elnyel, szerintem ennek inkább 6-8 liter körül van a térfogata. 28.131, nem annyira olcsóak ezek az olajak különben, hogyha megnézed. Na, tehát olajat tudunk hozzá venni. Fékfolyadék, az ebbe DOT 3-as kell, és most írtam DOT 33-ast, olyat még nem találtak föl, ami a szokásos textárból, ami igazán szuper minőség, 4848 forintba kerül, de kapsz, hát nem kell ilyen nagyokat venni, kapsz Valvolint 2774 forintért is. És akkor itt jön a legnagyobb kókuszdió. A gyertya az egy AC és még nem Delco 44 kötőjel 5-ös gyertya volt benne.
Hát ezt gyertyaként ma nem ismeri föl már semmilyen rendszer, úgy látom. Viszont volt váltó típusa, az R43-as. Azt se ismeri föl. Na, akkor örüljünk neki, mert Championból is van J8C-s, ami megfelel annak a Delconnak, és hurrá! Van, nincs. Nincs készleten, de létezik a dolog. Ez 1473 forintba került, tehát itt teljes gyertya készlet az 9000 forintba kerül ezen az autón. Na, hát körülbelül ennyit tudtunk hozzá keresni. Azért valami mindig van. Igen, Triumfor a zöld, nem lehet baja. Ma a piros autókkal nincs szerencsénk. Itt állunk a dugóban, kicsit tartom a gázt, mert hát igen, szóval azt kell tudnotok, hogy ez az autó ez most ment át a veterán minősítésen. Tehát nagyon szép, de nem nagyon jó. Tehát ennek még a fékjén, a karburátorán nagyon sokat, egy csomó mindenén hangolni kell, hogy ez összeálljon. Ez egy hónap múlva egy műszaki vizsgára, addig még a tulajdonos a saját állítása szerint, vagyis hát a srác, aki az ismerőse, azt mondja, hogy a tulajdonos rá fog költeni kb. 1 millió forintot, hogy itt minden pöpec legyen. Hát mi egy kicsit türelmetlenek voltunk, és akkor próbáltuk ki, amikor még nem volt készen. De hát így is nagy élmény volt. Ezek a leállások, meg ez a gázrudozat törés, ez nem volt belekalkulálva a dologba. De különben azért úgy nekem van egy nagyjáboli képem, hogy ez nem volt egy nagy kínlódás egy ilyet használni, ha jó volt. Ha volt például alapjárat, ha lehetett gázt adni, és hogyha a kormány még azért a kormánymű egy picit holtjátékmentesebb állapotban volt. Így ebben a mostani formájában egy pöttyet küzdős a dolog, de a küzdelem nem idegen tőlünk, hiszen a sose veddel azt jelenti, hogy nem csak az, hogyha jön a kanyar, akkor ne veddel, hanem akkor se veddel, amikor lerohad az autó, akkor is toljuk tovább. Hát mi tovább toltuk. Köszi szépen. G is megdolgozott a mai kenyerért, én is megdolgoztam. G gyors kötözőket fűzött szét, majd pick-upot tolt a legnagyobb melegben. Én drótot hajlítgattam nektek, szintén toltam egy kicsit, és próbáltam életben tartani ezt a szerkezetet. Ha tetszett az adás, nyomjatok itt valahol a mennyezet környékén egy lájkot, iratkozzatok fel a speedzone.hu csatornájára, és a többi, tudjátok, ami ilyenkor mindig szokott lenni. Használt autónak pedig vegyetek ilyet, ha tudtok és ha találtok. Csáááá!